Sziasztok, itt vagyunk a Walt Disney kihívás következő részében. Ja, igen, az előző részben ugye hófehérke halt, meghalt a nagymamája. Ezért most egy kicsit szomorú. Hát nem is csodálom. És most az a cél ebben a részben, hogy összeszerezzünk, összeszedjek 5000 szimoleont. Mindjárt megnézem, hogy mikor kell mennie dolgozni. 22 óra múlva. De most köszi. Ja, azért már régen volt a születésnapja. Vagyis hát nem, az előző részben volt a születésnapja. Na szóval, hogy oké, akkor annyi legyen, hogy gyere gyorsan egy picit, vegyél egy jó szuhanyt. Gyere. És akkor utána elviszem... Most azon gondolkozom, hogy hova vigyem el. Lehet, hogy először a városba viszem. És most egyedül. És utána pedig a sivatagba, ugyanis pénzt kell szereznünk. Nagyon sok pénzt kell szerezni. Nem keveset. Vagy még festészettel is lehetne. De most egyelőre elmegyünk Szamasúnóba, és... Hova is szoktunk egyébként menni? Ide szoktunk jönni? Mindegy, most jöjjünk ide. Na. Ja, 25 helyet meglátogattunk. Oké, hát egyelőre még ugye nincsen, de nem is baj, mert addig, hát hogyha itt tudnánk valahol enni, de most konkrétan itt van csak nyitva. Akkor lehet, hogy innen kéne vennünk egy pár dolgot. Na. Igen, annyira megfigyeltem, hogy nagyon felülről nézek mindent, amit én nem szeretek, és ú, cseresznye, ültethet, ja, bocsi. Ennyi. Na, még egy alma. Nagyon szegény. Edd meg az almát akkor, és ehhez még egy cseresznyét is, szerintem ezzel egész jó. Viszont csináljunk egy fotót, azzal is egy kicsit keresünk. Hát ez isteni jó kép. Van valami? Ó, ez nagyon jó. Ó, megint tett egy bab. Na nézzük, mi az, ami rossz. Ez átlagos. Átlagos, ez egy rossz kép, akkor ezt eladjuk, ez nem sokat ér. Itt is egy rossz, mert benne van egy manó. Ez pedig átlagos, ez 6, ez 6. Add egy kiadónak, és add egy kiadónak. Jó, és akkor marad ez. Ez meg szerintem tök jó lenne majd a lakásunkban. Nem is fogom majd fölrakni. Na viszont... Mindig nem. Ja, hogy igen. Mutatkozzunk be neki. Hát, egy kicsit fölviszi a kedvünket. Egyébként szerintem... nincs annyi pénzünk, hogy... hát lehet, hogy még többet kell várni ahhoz, hogy itt gyűjthető dolgok legyenek. Aha. Hát sajnos nem. Akkor lehet, hogy most hazaviszem, hogy aludjon. Aha. Sajnos. Bocsi, tök jó fej vagy, csak... Ja, most remélem, az erős volt, nem pedig, hogy vámpír vagy. Bízom benne. Menj a vécére. Hát nem tudom, szerintem tudsz enni valami gyors ételt. Van valami maradék? Jó, van torta, tényleg a születésnapi torta, szuper. Nagyon jó, meg csinálhatnál ide egy hóember, szerintem az totál szórakozás. És akkor ezt meg elteszem. Hogy itt ne maradjon,
Sőt, most ezt is el fogom tenni, mert tényleg ebben a részben nagyon szeretném, ha el... Jó, hogy ebből kettő van, akkor ezt eladjuk, meg ezt is eladjuk. Ja, jó. Nagyszerű. Na, egyből kerestünk 209 szimbolont, de nem baj. Gyere. Na, nézzük. Milyen hóembert építesz, mert nekem nagyon jelzik a hó. Rettentően, én totál oda vagyok a hóért, és remélem sokáig lesz még hó, itt hó. Nem. Itt még két napig, de amúgy itt már tavasz van. Hát ez cuki. Jó. Jó, akkor most pedig, mindjárt megnézem, hogy hol tartunk, 7 óra múlva megy, akkor most pedig elmegyünk a sivatagba. Egyedül. Na, szerintem még itt, de, már lehet is, gyere akkor ássál. Mennyi még ez? 2 nap? Hát még. És utána szerintem gyere ide horgászni, mert szerintem itt is nagyon sok dolgok vannak. Most tényleg mindenképpen a pénzkeresésre fog rámenni. 80, 36. Oké, ebből egy van. Időnként, amikor itt vágásokat láttok, az azért van, mert elég sűrűn szoktam ellenőrizni, hogy megy a felvétel. Nem azért vágok, hogy hú, most ez annyira gáz, vagy nem akarom megmutatni, vagy valamikor tüsszögök, vagy köhögök, vagy éppen csengetnek, és akkor nyilván azokat nem akarom. De egyébként azért szoktam a legtöbb vágást tenni, mert sokszor ellenőrzöm, mert nagyon jó pár szó volt már, hogy nem, nem ment a felvétel, vagy kilépett, de amúgy egész jó, tehát most egész jó. Nagyon jó, szerintem jobb, esküszöm, jobban keres, mint a munkába menne. Na, most azért gondoltam, mert ilyen, ugye ki lehet fogni a violint, a hegedűt, ami azt hiszem, hogy 1000 szimoleon, akkor lehet tehén növényt is fogni, ami szintén nem olcsó. Úgyhogy bízom benne, hogy lehet, hogy kellett volna szedni egy kis citromot, de... Igazából mi nem is a tehén növényre megyünk rá, hanem arra, hogy minél több mindent gyűjtsünk össze. Jó, akkor menj el, és akkor inkább, mert a horgászás annyira nem megy neked. Mi mindig szomorú, meddig szomorú? 22 óra van szegény. De ez a nagyibb volt, jó, a nagyért is kell egyébként, most tök gáz, igen, hogy nem a nagyért, de... Jó, akkor megnézem még, mit lehet itt gyűjteni. És azt gondoltam, hogy mi lenne, hogyha... Hú, ezt annyiszor mondom egyébként, és ez készítettek el, hogy vágáskor tűnt föl mindig, hogy ezt hányszor mondtam, és hányszor kivágtam, hol tudnátok? De hát mondom, nem tudok. 30, hát békát nem jó gyűjteni, 80. Már vannak nagyon ritka békák, úgyhogy azt is lehet. Na, közben azért elmondom, hogy egy Arielnek nagyon jó házasságot, egy nagyon szép színmel kell házasságot kötni. Majd megnézem, hogy raktatok-e fel esetleg Simster hashtag néven színeket. Ha igen, akkor abból fogok választani, hogy ha nem... A szeretet érzése. Ha nem, akkor viszont én csinálok egy, vagy letöltök egy régebbi szimemet, vagy nem is tudom. Egy óra múlva kell mennie dolgozni. Aha. De, na majd meglátom, hogy lesz. Gondoltam, hogy valami híres embert teszek be, de aztán mégsem. Oké. 70. Itt is van, 60. Már 800, majdnem egy 1000 szimolont kerestél, csak azzal, hogy itt voltál. Jó, akkor tudod mit?
Ja Istenem, mit tudnál még itten gyorsan csinálni? Szerintem, de gyorsan teszek egy hűtőt, mert itt nincsen, tudom, egy hűtő, de majd mindjárt teszek egy hűtőt. Jaj, el is vitt. Nem engedett már be. Szerencsére a játék már úgy csinálja, hogy hogy akkor majd ezt is eladhatnád, hogy akkor jön vissza, amikor már chipset akarsz enni? Mindegy, egy-egy chipset nem érdekel. De amúgy, na mindegy, olyan jó lenne egy kinti sütés, mert az még jobban jobban jó lakna, szombat, vasárnap, négyes szint, jó, hát igazából ezt vízimentő, igazából ez nem cél, tehát teljesen mindegy, hogy opa, hogy vagyunk, mert ha jól emlékszem, de mindjárt megnézem, hogy Arielnek ugye, ami a Arielnek ugye az, hogy egy merencét kéne csinálni, hogy minden nap tudjon úszni, de itt hogy tud úszni? Meg fog fagyni. Na, egy kicsit hogy ússzom, és utána pedig jöhetne ide enni valamit. Grillezhetne mondjuk. Ő vegetáriánus? Nem is tudom, hogy ő vegetáriánus-e vagy nem, de jól tudom, akkor ő nem. Nem. Mit kell neki amúgy csinálnia itt? Ja, egy kevabulit kéne összeszervezni. De egyébként most nem azért, de azt majd eltakarítjuk. Ezt edd meg. És tök jó lenne. Az, hogy itten nincsenek kagylók. Tehát itt voltak kagylók, de hogy hova tűntek? Egy csomó kagyló volt itt. Bár lehet, hogy ez is évszak függő. Na nézzük, Snow Festival. Jaj, nem, ez nem, ezt a fajtát nem szeretem. Bármint, hogy nem neki való. Inkább így gondolom. És ő lefeküdt aludni. Jól van, hát. Oké. Hát az a baj, nagyon sok minden neki fönt van. Vagy lent van. Ezért buli sincs most itt. Semmi olyat nem tud csinálni, amivel kereshetne. Hogy mindegy, úszott egyet, ez volt a lényeg, tehát, hogy úszott egy kört. Nem tudom, a hintázás, ez szórakozásnak számít, de hintázzál. Egy kicsit hintázzál, azt majd meglátjuk, hogy sőt, lehet, hogy kis kagylóért. Jó, ennyi elég volt. Igen, szórakozás jó. Ennyi elég is volt. Utasd át, mert szeretnénk. Hát, ott találunk valami szívnek a szuláminek a szívét. Hát, nem találtunk semmit. Egy halat találtunk, az 28 Simoleon. Nem tudom, nem tudom most, nagyon minden lent van, mindjárt mehetünk haza. Mindjárt hazamegyünk, csak egy kicsit még bírt ki. Tudom, hogy aztán be fogsz dőlni. Na jó, ezt még aztán ígérem, hogy utána hazamegyünk. Ígérem, hogy utána hazaviszlek, és ott mindent elintézhet. Opa, bocsi. A balagát nem akartam nektek mutatni. Na hát ezért nem gyerekcentrikus ez. És nem talált semmit. Megharapta egy rák. Szuper. Na hát, akkor gyere, intézz el a dolgaidat. Hopsz.
Micsoda. Szóval Ariel egy gyakornokot kapott, hogy kiképezze és eligazítsa, hogy kezelje a gyakornokját. Kemény feladatok hozzárendelése, jelölj ki a kávé felelőst. Jelölje ki közepes. Jó. Ajajaj. Gyere vissza aludj. 160 szimolamot keresett. Hát, nem a legjobb munka. És 4 nap múlva kell menni dolgozni. Nagyon jó, és az erőlét gyártosságát kell majd 4-es szintre fölvigyük, de az még totál ráér. Hanem felviszem a szükségleteit teljes mértékben. Jó, akkor annyi, hogy még csak neki egy medencét, hogy legyen neki egy medencé, ne az legyen, hogy pont nem, pont ekkorát tudunk, jó. Abba, gondolom, itten ki tud jönni. Egy szimola anya maradt. Jó, nem baj, eladjuk ezeket a dolgokat, és akkor szerintem ribid dénap van, hát micsoda? Ó, Sebastian is. Ó, az apukája is elment. Vagyis a nagyapja. Nem tudom, hogy mutattam-e még nektek a fát. Na szóval meghalt most Hófehérke, és ugye Sebastian volt a párja, vagy van nekünk Hampőke, akinek Szanim volt a párja. Viszont tudjátok, mit nem csináltam. Lehetne akár esküvőt, akár Hampőkének. Hát most megint 22 óráig szomorú lesz. 2 napig. De hát megint nincs pénz, megint pénzt kell szerezni. 15 szimoláló lesz az egész. Ez nem olyan, nem valami sok. Szóval azt akartam mondani, hogy Hampőke hozzá mehetne most már a férjéhez, mert a második generációnak az volt a feltétele, hogy akkor mehet hozzá a férjéhez, hogyha meghal Hampőke. Nem, Hófehérke. Na, tehát már keverem. Nagyon gyorsan menj a vécére. Nagyon gyorsan. Tisztítsd meg, és zuhanyozzál le. Hú, szeretné, igen, tudom, hogy ezt szeretnéd, de hát ilyet nem fogunk venni. Tisztítsd meg a házat. Hát van ilyen, hogy tisztítsd meg a házat, nem? Hát most ezt csinálod, nem? Na jó, és akkor elmentem, és akkor az lesz, hogy összeházasítjuk Hampőkét a férjével. Na szóval itt vagyunk Hampőkénél, és akkor szegénynek most dolgozni kell, de nem fogjuk elengedni, nem mész el dolgozni, hanem veszünk ki egy, vegyél ki gyors egy szabad napot. Remélem kiadják neki a szabad napját Szalimnak. Igen, és most pedig szervezünk egy társasági eseményt. De hova mi? Igen, kihagyjuk a munkát. Nem mész dolgozni, mert gyere vissza. Na már. Hát így. Szalim meghalt. Ó. Hát akkor nem tudtuk ezt. Hát jól van. Vagy nincs jól. Akkor igazából... Várjál csak... Nem tudunk könyörögni neki a... Könyörögjön, gyere csak, könyörögjél csak, hogy föltámaszt, gyere. Hát, hogyha... Ez most mit jelentett?
Süket fülekre talált. Menj el dolgozni. Komolyan már most ez is jobb. Hát nem tudok mit szólni, és ezért is voltam hallgatag ehhez az egészhez, mert... Hát... Ez olyan váratlanul ért, hogy hozzá... Ezt nem tudok meg se szólalni. Na jó van. Akkor ezt a részt fogom abbahagyni, és akkor innen fogjuk... Vagy nem innen, hanem ugye Arieltől folytatjuk. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!